Az Európai Unió jelmondata egység a sokféleségben. A tagállamok közös értékét kell, hogy képezze a megkülönböztetés tilalma, a tolerancia, az igazságosság, a szolidaritás, valamint a nők és a férfiak közötti egyenlőség kialakítása is. Azonban a Minority Safe Pact nevet viselő polgári kezdeményezés az EU kisebbségvédelmi joganyagának hiányosságaira hívta fel a figyelmet. 9 pontba gyűjtött kezdeményezését az Európai Unió számos tagállamából több mint 1.215.000 polgár támogatta aláírásával. A napjaink hétfői adásában Deli Andor, európai parlamenti képviselő arról beszélt, hogy az aláírásgyűjtés lezártával milyen lépéseket tesz az Európai Bizottság. Ez sajnos hosszú lejáratú történet. Az uniós jogalkotási folyamatok azok rendkívül nehézkesek, rendkívül lassúak. A bizottság itt most elkezd majd készülődni, vizsgálódni, és hát valószínűleg, hogy hónapokat vagy akár egy évet is igénybe vesz az, hogy ők előálljanak javaslatokkal. És utána annak az intézményi parlamenti tagállamok közötti tanácsbali vitája következik, úgyhogy itt van még mit várnunk. A honlapon közölt adatok szerint Magyarországon gyűlt össze a legtöbb aláírás. Itt több mint 500.000 támogatták a kezdeményezést. A magyarországi HÖOK, azaz a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája pedig motorja tudott lenni a hallgatói aláírásgyűjtéseknek. Ez a mostani aláírásgyűjtés is nem csak ugye a magyarországi tagönkormányzatainkkal közösen valósult meg, hanem ugye a határon túli partnereink is részt vettek a munkában, Vajdaságból például a Vajdasági Magyar Diák Szövetség, vagy a Vajdasági Ifjúsági Fórum, Erdélyben akár a Kolozsvári Magyar Diák Szövetség, vagy a többi hallgatói szervezet, Felvidéken a Diákhálózat, tehát egy nagyon szoros kárpát-medencei hallgatói együttműködés volt, tehát tényleg hallgatói mozgalomról beszélhettünk az elmúlt 3 hónap során. Én úgy gondolom, hogy ez még jobban összehúzta azokat a bizonyos szálakat a szervezetek között, és büszkék lehetünk arra, hogy nem csak egy magyarországi, hanem egy magyar hallgatói mozgalomról beszélhettünk az elmúlt hónapok során. Magyarország után a támogató sorában Románia következik, majd Szlovákia, Spanyolország és Bulgária. A felsoroltak mellett még Horvátországban, Dániában, Lettországban, Litvániában és Szlovéniában sikerült meghaladni az EU által megszabott országos küszöböt.